A felelős szülők iskolája vírus videó sorozatban Fegyverneki Gergő, magyar és média szakos tanár, és egyébként meg az applikációk, az IKT eszközök nagy tudora. És most hallgattunk egy előadást tőled, Szeretett nyelvek az oktatásban címmel, ami engem nagyon-nagyon megragadott. Létezik ilyen egy tanár számára, hogy szeretett nyelvekkel kommunikál a diákokkal? Én azt gondolom, nagyon fontos egy pedagógusnak azt tudni és képviselni, hogy nem csak oktatunk, hanem nevelünk, embert formálunk, embereket is nevelünk, és mint ahogy a tanárok is különböző személyiségek, ugye a hozzánk érkező gyerekek is különböző személyiségek, különböző háttérrel érkeznek, különböző szocializációs helyzetből érkeznek, tehát mindenki máshogy szeret, ugye Gary Chapman alapvetően házassági tanácsadó beszélt az 5 szeretett nyelvről, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az oktatásban is, hogy ismerjük és tanárként alkalmazzuk lefordítva ezt a tanítás, tanulás, nevelés, emberformálás nyelvére, hiszen csak így lehet egy pozitív légkörű a tanulási környezet, amely segít a gyereknek, hogy kibontakoztathassa képességeit, a lehető legjobbat kihozza magából, önmagára találjon és boldog felnőtté váljon. Mondasz egy-két példát arra, hogy mondjuk az ajándékozás, vagy a testi érintés, hogyan lehet ezt átfordítani a mindennapokra, tehát egy tanórán, hogyan lehet a gyerekeket dicsérni, vagy jól motiválni például? Én azt gondolom, nagyon fontos a fejlesztő megjegyzés és a dicséret, az elismerő szavaknál például azt a sok tanár alkalmazza, és csak talán nem elégszer, hogy erősítsük a gyerekek reális önértékelését, egészséges önbizalmát, ha különböző okleveleket gyártunk, akár papíron, vagy digitálisan. Lehet, hogy mondjuk az egyik gyerek nem annyira ügyes versenyekben, de szeretne egy oklevelet kapni, és mondjuk gyártok neki egy olyan oklevelet, hogy te vagy a legaktívabb a csoportmunkában, vagy te menedzseled legjobban a kooperatív munkát, vagy te hoztad a legjobb ötleteket a tanulási projekt előtt, vagy mondjuk egyet még, te gyújtottad meg a tüzet az osztály kiránduláson, neked köszönhetően lett vacsora. Tehát, hogy nagyon sok mindenben vissza tudunk jelezni a gyerekeknek. Ajándékozás lehet maga a pedagógusnak az odafigyelése, a minőségidő, amikor megnézzük a különböző projektmunkákat. Gyerekek kreatív feladatokat kapnak, ezeket kipróbálják, megmutatják egymásra, hogy megéljük ezeket a pillanatokat. Vagy van olyan, aki szeretetre vágyik, hogy ráteszem a kezem a vállára, egy kedves mosoly, vagy egy biztató nyílt tekintet. Én azt gondolom, ezek az apróságok, vagy apró szívesség, hogy mondjuk meghallgatom tanórán túl, hogy milyen lelki problémái vannak, ezek, hogyha a gyerek érzi, hogy fontos a pedagógusnak, mer bízni valakiben, és még érdemesebb iskolába bejárni. És mennyire tartod magadat szigorú tanárnak? Azért azt tudjuk, és nagyon sok projektet hoztál már, hogy te szívesen játszol velük drámajátékokat, projektjátékokat. Mennyire tartod magadat szigorúnak velük szemben? Nagyon nehéz egyébként megítélni, mert néha azt mondtam a végzős osztályban, hogy hát lehet, hogy most nagyon-nagyon szigorú vagyok veletek, és mondjuk, hogy tanáró nem szigorú, ez is relatív, hogy ki mit ért meg szigorságnak, de egyébként különböző osztályok is más-más tanári habitust ki tudnak egyébként az emberből hozni, ugye akaratlan is hatalma pedagógus az osztály társas klímája. Én azt gondolom, hogy egy megengedő, támogató, szigor van bennem, hogy ha a szigorság is van, József Attilát tudom idézni, érted, haragszom, nem ellened, tehát éreztetem a gyerekekkel, hogy esetleg több a kettőn szigorú vagyok, amit amúgy annyira nem szeretek, inkább a demokratikus nevelésben bízok, bár ahogy gyűjtöm a rutin vagy a tapasztalatot a tanításban is rájövök, hogy kell azért valami, mert a gyerek is igény, hogy hol a határ, meddig mehetek el, mik a szabályok, tehát, és akkor nem tudok, hogy szét az órát. Tehát egy egészséges szigor és egy egészséges kedvesség között keresem az igazságot a gyerekek érdekében. Hányadikos gyerekeket tanítasz? 9-től 12. osztályos gyerekeket tanítok most, illetve egyetemistákat is, tanárjelölteket is tanítok. Korábban tanítottam egyébként általános iskolásokat is. És férfi tanárként, mert ugye azért azt tudjuk, hogy nőies azért az a szakma. Mennyivel találod magadat szemben más élethelyzetekkel, más feladatokkal? Ugye ezt említetted, hogy az életre a nevelés az sokkal több, mint a klasszikus tanítás. Hogy milyen szituációk jöttek olyanok neked, ami a tanár úr és a férfi, akár apa helyettesítő, vagy barát, vagy egy erőteljesebb karaktert kívánt meg? Ugye nagyon sok gyerek érkezik az iskolákban, és tudjuk, hogy elszaporodtak a válások, hogy már nincsenek mindig a gyerekek az apukáik közelében, mindig annyit, amennyit kellene. Egyrészt próbálok néha, főleg osztály kiránduláson, vagy lelki problémákkal megkeresnek a gyerekek, így is funkcionálni, ugye, mint Kőnik tanár úr is tett ezt Abigailként.
illetve nagyon hasznos szokott lenni osztályfőnök órán, amikor a randizgatás, a párválasztás a téma, és ugye 34 lány jár az osztályban, két fiú, és ott mondjuk egy idősebb férfi véleményére kíváncsiak, hogy velünk annak idén hogy volt, amikor megismerkedtünk. Tehát azt gondolom, hogy erre a pályára nagyon kellenek a férfiak mintát nyújtani, és én azt gondolom, felszoktam vállalni, hogy igenis, könnyen, hogyha fáj valami, akkor tudok könnyezni, igen, hogyha bánt valami, el tudom magam sírni. Lehet ez nem egy klasszikus férfi kép, de pontosan így érzi egy fiú is önmagát, biztonságban, hogy igenis, egy férfinak is lehetnek közben érzelmei, vagy lehet nyitott a művészetekre, kreatív dolgokra. Tehát így talán az intárgyaimból meg ez még fontosabb válhat, de bármelyik jó férfi tanár nagyon jól tud lenni egy tantestületben. Hamarosan lesz egy közös rendezvényünk, ugye a Felelős Szülők Iskolája szervezésében ma meghívtunk téged is, és Balatoni Jócót is, mint férfi tanárokat, és azt a szemtelen címet adtuk, hogy tanár úr kérem, ami azért ugye vajaz Karintira, de hogy azért ebbe egy kicsit belecsempésztük a humort. Mennyire fontos szerinted az, hogy viccesen álljunk néha olyan élethelyzetekhez, ami nem is feltétlenül az? Szerintem a humor az segít túlélni. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sok minden múlik. Azon, hogy nem is az, hogy mi történik velünk, az is nagyon fontos, de hogy hogyan élem meg, hogyan értelmezem, hogyan struktúrálom mentálisan. És a humor, az önirónia egyébként, hogy önmagammal szemben is kritikus vagyok humorral, öniróniával, akkor segít túlélni, vagy bizonyos nehézségeken átlendülni. Viszont pont erre jó a humor, hogy megtaníthatjuk azt is a gyerekeknek, hogy mit nem kell, vagy mit nem szabad elhumorizálni. Van olyan szituáció, vagy kedvenc sztorid, ami mostanában történt meg veled, és azt gondolod, hogy nagyon jól leírja azt a szemléletet, vagy azt az életrendnevelést, pedagógiát, ami rád jellemző? Hát ugye most csináltunk Csokonai Vitéz Mihály költészetéből egy sokszínű projektet, különböző feladatokat választottak a gyerekek, az egész folyamatot gamifikáltuk, és hát ott is próbáltam a gyerekeket biztatni, hogy gondolkoznak el a verseken, hol találkoztatnak ilyen élethelyzettel a 21. században, hogyan tudnak feldolgozni azokban a formátumokban, amik bennünk ügyesek, tánc, kisfilm, zene. És hát ott is azért ugye a Dorottya című műnél megjelent egyébként a humor, vagy amikor a gyerekek ugye bakisztak a előadás közben, azt is egy humorral át tudjuk vinni. De az is ma már humor, amikor kiránduláson voltunk együtt, és sikerült a lábamat eltörni, akkor ez egy nagyon szomorú történet volt, de ma már az egész jeleneten nevetünk is, humorizálunk, és a gyerekek is, amikor bepánikoltam, hogy Jézus, mi lesz veletek két napig, akkor ők is a humort választották és ajánlották, hogy ezen lendüljek át, mert ez hosszú hónapok alatt el fog múlni, és rendben lesz minden. Akkor az osztályoddal együtt sok jó pillanatotok lehet, és erről is fogunk akkor beszélgetni márciusban. Úgyhogy sok szeretettel várunk, és köszönöm szépen. Én is várunk, köszönöm szépen.